Sziasztok! Kriptomanus vagyok, és ma megmutatom, hogyan hoz létre a Sui Walletedet a Ledgeren keresztül. Először lépjünk be a Ledger Live alkalmazásunkba. Ott a My Ledger fűre kattintsunk, majd csatlakoztassuk a Ledgerünk a géphez. Ha esetleg már van fent applikáció a Ledgeren, akkor megesett, hogy frissíteni kell őket, ahogy most nekem is kiírja. Néha érdemes a frissítéseket elvégezni. Amíg letölti és telepíti az appokat, addig lejjebb görgetek, és megkeresem a Sui appot is. Majd az Install gombra kattintok. Ha minden frissítés megtörtént, és a Sui app is fent van, akkor zölden az Installed felirat fog megjelenni. Ha ezzel készen vagyunk, akkor be is zárhatjuk a Ledger Live-ot. Megnyitjuk a Google keresőt, majd beírjuk, hogy Sui bővítmény. Rákattintunk a Sui Wallet Chrome Web Store-ra. Itt a hozzáadás gombra. A rendszer megkérdi, hogy valóban hozzá szeretnénk-e adni a bővítményt. Természetesen rákattintunk az igenre. Érdemes a feltelepített bővítményt a gombos tűikonnal kitenni láthatóra, a könnyebb használat miatt. A Sui Wallet első indulásánál kiválasztjuk a More Options lehetőséget. Természetesen aki akarja, az a Google vagy a Twitter akontot is használhatja. De én nem fogom. Itt az Add Accountnál lehet beállítani a Ledgeres Walletet a legfelső gomb segítségével. Amennyiben nem lenne Ledgerünk, akkor a Create New Passphrase Account segítségével tudunk új walletet létrehozni. Ha már régebben készítettünk walletet, akkor az import gombok segítségével lehet újra hozzáférni a már meglévő walletekhez. Vagy később is ennek segítségével tudjuk telefonon vagy más gépen használni walletünk. De ebben a videóban a Ledgerrel védett walletet használjuk, tehát az első gombot. A csatlakozás előtt nézz rá a Ledgerre, hogy be legyen kapcsolva. A következő ablaknál a Continue gombra kell kattintani. A felugró fekete ablakban kiválasztod a Ledgered. Nekem Nano X jelent meg. Neked lehet Nano S Plus fog. Rákattintasz, majd csatlakozás. Pár pillanat és megjelennek a használható wallet címek. Itt kiválaszthatod, hogy melyik walletet szeretnéd használni. Használhatsz esetleg egyszerre többet is, ha gondolod. Kipipálod a walletet, majd Next. A következő lapon megadod a jelszót, aminek a segítségével be tudsz lépni a Sui Wallet bővítményedbe. Beállítod, hogy mennyi inaktivitási idő után zárolja a walletet a rendszer. Kipipálod az általános szerződési feltételeket, majd Create Wallet. A reklámot bezárod az X gomb segítségével. A Home ikonra kattintva már láthatod is a walleted és az egyenleged. A Manage gombnál van lehetőséged nevet adni a walletnek, hogy több wallet esetén is meg tud különböztetni őket. Jelenleg csak egy walletet fogok használni, így én a Ledger nevet adom neki. Amint látod, az új név meg is jelent. Akkor most töltsük fel a walletünk egy kis Sui-val. A wallet címünket ide kattintva tudjuk kimásolni. Felmegyünk valamelyik tőzsdére, ahol lehet vásárolni Sui tokent. Én most a Binance-et fogom használni, mert ott van erre a célra használható összegem. Belépek a Spot Walletbe, kiválasztom a BNB-met, mert most abból szeretnék Sui-t váltani. Oldalt a Convert gombra kattintok. Egy részét átváltom Sui tokenre. Ha ezzel megvagyok, akkor nincs más dolgom, mint hogy a meglévő Sui-mat a withdraw gomb segítségével kiutaljam a most készített walletembe. Beillesztem a korábban kimásolt címet, majd kiválasztom a hálózatot, ha nem dobná fel automatikusan. Beírom a teljes összeget a Max gomb segítségével. Majd rákattintok a withdraw gombra. Ezután hitelesítem a kiutalást a 2FA-val. Pár pillanat és megjelent a kiutalt mennyiség a walletben. Amennyiben tovább utalnánk a Sui tokenünk, akkor a send gombra kell kattintani. Ahol megadjuk a wallet címet, ahova küldeni szeretnénk a tokent és a token mennyiséget. Figyelve arra, hogy a Sui hálózat natív tokenje a Sui, tehát mindenképpen maradnia kell a tranzakcióra belőle. Szóval a teljes összeg soha nem kiutalható. Sui-t fog levonni másfajta tokenek utalásakor is. Most a példa kedvéért visszautalok a Binance fiókomba egy kis Sui-t. Ehhez a depozitnál megkeresem a Sui tokent, majd létrehozok magamnak egy wallet címet, ahova tudom fogadni a Sui-kat. Ezt a címet kimásolom.
a valeten a send gombra kattintás után beillesztem a kimásolt címet. Megadom a küldeni kívánt szúi mennyiséget, legyen mondjuk 7 szúi. Majd rányomunk a review gombra. Ne feledd, a kiutalásnál szükséged van a ledger jóváhagyására, tehát legyél belépve a ledgeren belül a szúi abba. A következő oldalon leellenőrzöd, hogy minden információ helyese. Majd send now. A ledgeren megjelenő információkat a jobb gomb segítségével tovább lépteted, majd jóvá hagyod a tranzakciót a dupla gomb segítségével, amikor a jóváhagyáshoz érsz. A tranzakció megtörtént. Most már nincs más dolgunk, mint megnézni a Binance fiókunkban, hogy valóban megérkezett-e a 7 szúink. Pár pillanat, és a szúi már meg is érkezett a fiókunkba. Ennyire egyszerű. Remélem mindenkinek tudtam segíteni, akik Ledgeren keresztül szeretnék használni a szúi valetet. Biztos, ami biztos, ne adjunk esélyt a hackereknek arra, hogy elvigyék a vagyonunk. Ha még nincs Ledgered, akkor érdemes beszerezni egyet. Linket találsz a videó alatt. Valamint a beüzemeléséről is találsz videót a csatornámon. Amennyiben tetszett a videó, akkor kérlek ezt egy lájkkal és egy hozzászólással honorád. Ezzel segíted az algoritmust, hogy másokhoz is eljusson ez a tartalom. Ha nem szeretnél lemaradni hasonló tartalmakról, akkor pedig iratkozz fel. Köszönöm a kitartó figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!